Szervusztok, csinálok egy gyors videót, ilyen segítőkész jelleggel, hogy most csináltam ezt a hipnózist. Ugye ezt angolul van, mivel hát én úgy tanultam. Annak a hipnózisnak egy nagyon fontos beindítási szerepe van, beindítja a gyógyulást. Mint mondtam, a szeretet és a jelentőség a két legfőbb pillér, amire az életünk épül, de azok hiányosak, töredezettek. És nagyon sokan nagyon kedvesen mondtátok, hogy fú, ez tök jó, köszönöm szépen. És mondtátok sokan, hogy úgy elkezdhetek könnyezni. És tudod, hogy ez beindított valamit. És a könnyezés ez egy fantasztikus jó jel. Az azért jó, mert ha belegondolsz, az a raktárhelyiség, amit mondtam, az az elme, az már ott van mióta, ősi idők óta, és az egész ilyen dohos, tudod, minden penészes, meg tele van porral, meg minden, és ez a típusú hipnózis, vagy ez a típusú ilyen tudatalatti gyógyító valami, ez kinyitotta az ajtót, elől-hátul, és ez a dohos szag, kezdtünk kiszellőztetni. Rengeteg, tudod, a háborús cucc, meg a történelem, meg stb. Rengeteg minden bent tartunk. Ez a legnagyobb a probléma. Az ember vagy bent tart olyan dolgokat, ami beteggé tesz minket, vagy elutasítunk dolgokat, ezek is az árnyoldalaink, amiket mi nem szeretnénk. És amit elutasítunk, az szeparáció, amit bent tartunk, de rossz, az meg az, tudod, ilyen önbüntetés. Azért kell ezt a csomó integrációs technikát tudni, hogy belül meggyógyítani, amit bent tartunk, azt elengedni, kívül meg amit elutasítottunk, azt meg semlegesíteni és befogadni úgy, hogy már nem haragszunk rá, nem bíráskodunk felette, nem toljuk el, stb. Stb. Ennek van egy pár szemmel látható, meg kézzel fogható része, viszont van egy csomó olyan része, tudod, ennek a úgynevezett szeparációnak, amiről nem is tudunk. Okay, tehát a legtöbb dolog az már egy bizonyos spirituális tudás felett jön, akarom, azaz egy bizonyos idő után fogunk csak átlátni rajta. Először, tehát tipikusan a fizikai síkra fókuszálunk, testi problémák és a szimptomákra. Jó, tehát hogyha úgy érzed, hogy sírtál, úgy érzed, hogy tudod, valami volt, beindult valami. Az azért van, mert az a hipnózis az arról szólt, hogy elkezdeni gyógyítani ezt a sok szeretetlen részünket. Amit mi bent tartunk és fáj, azok szeretetlen részeink. Amit mi eltoltunk és ilyen árnyoldal kategóriának tituláltuk, azok is szeretetlen részeink. Tehát igazán, ha belegondoltok, itt van a testünk, ami úgynevezett ez az isteni serleg, nem tudom, ez a Holy Grail. Holy Grail. És a testünk annak a szimbóluma. Azért kell ezt a belső munkát elvégezni, hogy ez az isteni tudott test, ami az elme, hogy az kitisztuljon, hogy be tudjuk fogadni a fényt. Minél több cucc van benne, meg emlék, annál kevesebb fényt tudunk beengedni. És amikor ezt a hipnózist meghallgatjátok, akkor beindul egy ilyen szeretetteljes bizsergés, de utána tudod, jön a következő lépés, ami lehet, hogy félelemmel jár. Tehát az nem rossz. Tudod, ez a legnagyobb trükk a belső munkában, hogy először valamit meghallunk, akkor fú, de jó, akkor ilyen izgi. Viszont akkor jön a következő réteg, amit eddig nem láttunk, vagy nem volt ennyire evidens, ami arról szól, hogy hú, akkor ezt is le kell küzdeni, vagy ezt is át kell lépnem. És itt ezért áll meg rengeteg ember, azt mondja, hogy hú, hát még ez mi, ez honnan jött? Tudod? És a legproblematikusabb rész az ember életének, hogy nem haladunk. Nem haladunk. Tudod, nincs ez a következő lépés. És mikor az ember a szeretettel így tudatalatt összekapcsolódik,
akkor elkezdünk haladni, és akkor lehet, hogy jön a pizsergő érzés, viszont lehet, hogy jön még ez a hú, na most mit csináljuk, tudod? Azért kell, mint mondtam, mentorok. Ebben benne van ez, meg ez, akit már olvastatok, ebben benne van, tudod, a Dispenza, meg minden. Tehát ezek mind mentorok. Nekem is több száz mentorom volt. Volt egy jó pár dolog, ugye, több ezer dolog, amit én letöltöttem, de rengeteg mentorom volt. Én is, ha valamit nem értek, akkor megkérdezem. Egy olyantól, aki bebízom. Volt egy csomó olyan ember, akit, olyan mentor, akin túlnőttem. Természetesen ez erről szól. Jó? De hát az a lényeg, hogy mint mondtam egy másik videóban, hogy nincs gyógyulás anélkül, hogy a szeretetlen részeinket vissza ne fogadnák. Nincs. Tehát nincs hosszú távú gyógyulás. Azok a könnyek, amit éreztetek, azok örömkönnyek. Tudod, mikor könnyet hullatunk, akkor az lehet szomorúság, meg bánat, viszont lehet meg örömkönnyek, és ezek az örömkönnyek. Jó? Tehát ezt szerettem volna gyorsan megosztani, mert az fontos, hogy tudjátok, hogy láttam pár kommentet, tudod, erről is mondom, akkor gyorsan segítek megérteni, hogy mi van, mert ez a gyógyulási folyamat, ez nem egy ilyen egyik napról másikra jobban leszek. Nem, egy picit jobban leszek, utána visszaesek. Utána dolgozom, utána jobban leszek, megint egy picit visszaesek. Akkor mindegy ilyen, mint a fűrész fog. És aztán tudod, hogy mondtam, hogy csinálja az ember először ezt, és akkor egyszer, csak amikor beesünk a kígyóverembe, akkor így bum! Ilyenkor jönnek ezek a pánikrohamok. Ilyenkor jönnek ezek a... Hát tudod, rengeteget dolgoztam magamon, most mi van? Hát semmi, csak ez egy ilyen kényelmetlen része a gyógyulásnak. Tudod, és akkor ebből ugyanúgy, mint a fűrész fog, szépen lépésről lépésre ki kell jönni. Viszont amit említettem, amit láttam, vagy látok, hogy itt nagyon sok ember elakad. Mivel itt már nagyon, nagyon profi tudás kell. Tudod, ebből a mélypontból, a kígyóveremből kijönni, de van megoldás. Jó? Szervuszok, ennyi volt. Majd a következőn találkozunk. Szia!